Köszöntöm a nézőket! A mai szubjektív vendége Vaha Imre, nyelvész beszédtanár Magyarországról. Jó napot kívánom! Köszöntöm nálunk! Azért érkezett ide hozzánk a Pannon RTV-be, hogy a munkatársaink beszédével foglalkozzon, hogy javítson a technikánkon, szépítse a beszédünket. De kezdjük onnan, hogy lett önből beszédtanár? Hogyan indult ez? Mert ez nem egy olyan szakma, amiről gyerekkorunkban például álmodunk. Véletlen. Tanár akartam lenni, egyszerű középiskolai tanár, mert gyerekeket, kamasz gyerekeket akartam nevelni. Aztán fölkerültem az egyetemre, elvégeztem a bölcsészkart, átkerültem a Nyelvtudományi Intézetbe, ahol először szótáríró akartam lenni, mert az érte a nagy szótár szerkesztését kellett volna végezni. Nem volt rá pénz, helyette megcsináltuk a Petőfi szótárt. A Petőfi szótártól kedvet kaptam, és akartam csinálni egy József Attila szótárt. Az se lett kész, de a József Attila szótárhoz pénz kellett volna, és akkor jött egy véletlen ajánlat, hogy a rádió tisztán beszélő embert keres, pedagógust, aki a bemondókat tanítaná értelmes beszédre, mert állítólag a bemondók nem tudtak értelmesen beszélni, ma se tudnak sokan, de tisztán tudtak beszélni. Mivel pénzkereseti lehetőség volt, elvállaltam azért, hogy a Petőfi, a József Attila szótárhoz legyen pénzem. Nem lett annyi, de beleszerettem ebbe a munkába, mert emberekkel foglalkozhattam, és az anyanyelvről volt szó. Melléje jött még az, hogy az EGRI kiejtési konferencián, vagy kongresszuson 54-ben kerültem a rádióhoz, 56-ban kaptam egy feladatot, hogy vegyek részt abba a munkába, amely a köznyelvi kiejtés, igényes köznyelvi kiejtés kézikönyvét állítja össze. Ezt Elekfi László kollégámmal meg is csináltuk, először egy bővebb változatban, az Értelmes beszéd hangzása címmel, aztán ebből én készítettem egy rövidített változatot igényesen magyarul címmel. Na most ehhez az anyagot a rádiós beszéd, a bemondókkal való foglalkozás, a szövegvizsgálat, a szövegértelmezés adta a gyers anyagot, és melléje a kazinci versenyek, amelyek középiskolásoknak vannak, és ugyancsak melléje a sátoraljai helyi édesanya nyelvünk verseny. Érdekes módon a kazinci versenyeknél jövőre lesz az 50. év, amelyik versenyen részt vettem, a rádióban pedig most volt 50 év, hogy elkezdtem a rádióban dolgozni. Így lettem beszédtanár, mert érdekeltek az emberek, és érdekelt az a téma, amit kutatni kellett. Tehát a bemondóknak, műsorvezetőknek tart beszédórát. Hogyan zajlik ez a folyamat? Hogy képzeljük el? Min lehet ilyenkor változtatni? Nézze, a beszéd nehéz dolog, mert az én felfogásom szerint az ember az atyával, az eszével és a szívével beszél. De azt a gondolatot, amit a szív és az agy kitermel, azt a száj közvetíti, és a szájnak, a beszédszerveknek jól kell dolgozni. Tehát egyrészről meg kell tanítani a tiszta beszédet, amely követhető és megfelel egyfajta kiejtési normának, egyfajta köznyelvi normának, és mellette meg kell tanítani azt, hogy a rádióbemondó, a műsorvezető, a riporter úgy tudja megfogalmazni, és úgy tudja elmondani a gondolatait, hogy az ne a szöveg idézése legyen, ehhez kell a beszédtechnika, hanem a gondolkodás erő eredményét értesse a hallgató számára. Mert a rádiós és tévés beszéd az egy sajátos beszédhelyzetben zajlik. Itt mi most ketten, szaknyelven így mondják, közvetlen totális kommunikációval foglalkozunk, abban beszélünk, hiszen
Most én vagyok a közlő, ön a címzett, ez a szerepcsere változik, de mind a ketten látjuk egymást verbálisan, szóval és nonverbálisan, hangzással, látvánnyal, mozgással, mimikával, hát tapintással és szaglással nem, de nagyon sok esetben azzal is adjuk át a gondolatot. A rádióban és a tévében ez a közvetlen beszélgetés elmarad, a szerepcsere, hiszen a rádió, tévé az esetek többségében egyirányú. Bármi most egymással közvetlen, totális kommunikációban vagyunk, de itt vannak a masinák, ugyanakkor van egy rendhagyó kommunikációs forma is, hiszen mi ketten nem magunknak beszélünk, hanem a tévénézőknek. Tehát egy kevert kommunikáció van, és ez a sajátos szituációban sajátos nyelvhasználatot és sajátos hangzásmódot követel. Ezért kellett nekem először részben tudományosan, részben gyakorlatba foglalkozni vele, bár mondom azt, hogy a tudományos munkám eredménye a gyakorlati foglalkozásokból szűrődött le, tehát amit én tudok, tréfásan úgy szoktam mondani, azt a bemondóktól, a riporterektől tanultam el, csak megfogalmaztam. Nálunk a Pannon RTV munkatársainál mit tapasztalt? Mik a jellegzetes hibák? Mennyivel másabb a vajdasági magyar beszéd, mint például a pesti? Elsősorban nem a hibákra mennék rá. Nincsen hibátlan beszéd, hála Istennek. Itt, ahogy ma a Pannon Rádiót meghallgattam, az hiányzik, hogy kezdenek leszokni arról a szép vajdasági nyelvjárásról, amiben többek között megvan a zárt e. Itt is fölgyorsult egy kicsit a beszédtempó, Magyarországon jóval több. Itt is eltűnt egy kicsit a beszédnek a dallama, monotonabb lett a beszéd, és itt is a szövegben elveszett a hallgatóhoz való irányultság, és a szöveg hangosításában. Tehát nem mindig érzem azt, hogy a szöveg hozzám, mint hallgatóhoz szól, hanem csak azt, hogy ezt ennek a szövegnek el kell hangzania. Most itt mögötte az van, hogy a kezdők nagyon sok esetben nem kapják meg eléggé az elméleti és a gyakorlati képzést. Az elméleti az, hogy megismerkedjenek, amit említettem, a kommunikációkkal, azzal, hogy mindig valakihez kell szólni, és amikor ők beszélnek, akkor ők tulajdonképpen ajándékot adnak. Azt meg odalökni érzelem nélkül nem szabad, mert akkor nem ajándék. Hamlet, vedd vissza ajándékodat, mert hiányzik a beszélőből a régi szándék, mondja Hamletnak Ofélia. Tehát ennek ott kell lenni, de most ezáltal az ember egyrészről bevezeti magukat a szemléletmódba. A mai világban még Korzenszky Richárddal hozzáteszem, hogy meg kell tanulnunk jó szót szólni. És meg kell tanulnunk nekünk még magyaroknak lenni. Nem csak itt, ott is. Mert ez is kezd eltűnni, hogy világpolgárok leszünk. Na most ehhez meg kell tanulni egy másfajta technikát, hiszen másfajta hangzáskörülmények, másfajta beszédkörülmények vannak a rádióban és a tévében, mint a közvetlen beszélgetésben. Ugye a rádióban is és a tévében is ott van egy részről a mikrofon, de a rádióból hiányzik a látvány. A tévében esetleg lehet pótolni. De akkor is hiányzik az érintésnyi távolság, amikor részben kézzel is, de részben a leheletemmel is megérinthetem a hallgatót. József Attilának van egy nagyon szép kifejezése, amikor azt mondja a kedvesének, hogy a leheletedbe burkolódzom. Azaz valami módon lehetővé kell tenni, hogy az ember az aurájába befogadja a hallgatót.
Na most ez csüket szobában, ez nagyon nehéz a rádióban. Régen nem tudom, hogy mostanában, mert mostanában nem vagyok stúdióban, révén a mikrofonon lévő gumisapkára vagy szivacsapkára szemet, orrot, szájat rajzoltak, hogy a beszélő ne felejts el, hogy emberekhez szól. Most ez a szituáció és az ebből adódó technikai különbségek és beszédszervi különbségek azok, amiket meg kell tanulni hangsúlyozásban, hanglejtésben, szövegértelmezésben is, mert a rádió és tévében még ma is nagy részt írott szöveg hangzik el. És az írott szövegnek más a szerkezete, más a mondatszerkesztése, más a fölépítése, mint az élőszónak. Úgyhogy van tennivaló. Már 50 éve a szakmában van, tehát ezzel foglalkozik. Mit tapasztalt, mennyit változott azóta a nyelvünk? Egyrészt túl nagyot nem grammatikájába. Van néhány jelenség, ami most kezd elterjedni, hogy az amely helyett egyre többen, amikor élők csoportjáról van szó, akkor az amely helyett, akit használnak, ott volt az egész társaság, aki. Pedig ott grammatikailag a hagyományos alapon amelynek kellene lenni. Szóhasználati divatok vannak. Egyre inkább terjed sok esetben a írásnak megfelelő fogalmazás, az lett a norma, és azt hiszem több a megszerkesztetlen, kapkodó szöveg, a végig nem gondolt gondolat. Emiatt is, meg más miatt is nincs időm gondolkozni. Nagyon felgyorsult a beszéd, különösen a fiatalok beszéde, és ezáltal a tiszta hangképzés, a tiszta ejtés az visszaszorulóban van. Elkapott, elharapott szavak, felperget tempók, amelyeket az én korosztályom, amely tempót az én korosztályom már nehezen tud fogadni, főleg az idősek, a nyugdíjasok, akiknek ráadásul még a hallásuk is romlott valamennyire. Na most ez együtt jár a társadalmi magatartással is, mert a beszéd jellemzi a személyiséget is. Most itt is van egy érdekes kettőség, mert miközben egyre nagyobb mértékben elterjedt a rohanás, a másik embernek a figyelemben nem vétele, mellette van egy érdekes jelenség, amióta bottal járok, azóta tapasztalom, hogy egyre több az elérzékeny, az udvarias ember, hogy felszállok az autóbuszra, pattannak föl nagyon sokan, és átadják a helyüket. Tehát van egyszer egy negatív jellegű mozgás, és van egyszer egy pozitív jellegű mozgás is, és mind a kettő jelentkezik a nyelvhasználatban is. Na most az, hogy mi a romlás és mi nem a romlás, vagy mi a változás, nem tudom megfogalmazni pontosan, mert ami szokatlan, azt romlásnak szoktuk tartani. Így tiltakoznak nagyon sok esetben az SMS nyelv ellen. Igen, ezt fel is szerettem volna hozni, hogy a számítógépes, az SMS-es nyelvezet az... Azelőtt is voltak rétegnyelvek, nyelvhasználati rétegek. Ha előveszi Jókainak az Eppur Simóvéját, a Mégis mozog a földet, abban is ott vannak a diákok, akik egy sajátos nyelven szólnak. Most az SMS nyelv az a diák nyelvnek egy változata. Van, ami megmarad belőle, van, ami kikopik. Divatok mennek, divatok jönnek, aztán, ami megmarad, azt úgy látszik, arra újra szüksége van a nyelvnek. És itt nem a nyelv romlik, ha romlik valami. A nyelv az marad, az van. Az ember romlik. Tehát nyelvromlást akkor, idézőjelben nyelvromlást akkor tapasztalunk, amikor a gondolkodással van baj. Nem gondolja végig a beszélő azt, amit gondol. Régen nagyon tanították a retorikát, hogyha megnézi, minden jobb írom,
írói mű a retorikai szabályozóknak, iskolába csak egy részét tanuljuk, bevezetés, tárgyalás, befejezés, ennek felel meg. Na most irodalmi okból, nem irodalmi okból, a gondolkodás változásával ez a rendszer olykor megbomlott. Olykor megváltozott, néha azért, hogy éppen a szerkesztés megváltoztatásával fölhívják a figyelmet valamire. Ha megnézi Jókait, akkor Jókai még hagyományosan szerkesztett, mert elindult valahova, valahonnan, és egyenes vonalba, egyre fokozódó dokumentálással, egyre fokozódó érveléssel eljutott valahova. Ha előveszi Szabó Magdát, aki szerintem az egyik legnagyobb idő író, az egyik időszakában teljesen felrúgta ezt a rendszert, mert összekeverte az idősíkokat. Jókai még idő egymás utánban dolgozik, akkor is, amikor a regényen belül kisebb egységeket mond. Jókai összekeverte, és egy csomó korai, Szabó Magda regény, az majdnem, hogy rejtvény, amit elemekből kell összerakni. De ez volt nála a művészet, és azért lett érdekes, mert ezáltal a mondani valójának a feszültségét növelte. Most ez jó vagy rossz, nem tudom. Változik a nyelv, hol feleslegesen, de esetleg egy rétegnek megfelelően, hol szükségszerűen. Ha egy mondatban kéne összefoglalnia, hogyan fejlesztheti valaki autodidakta módon a beszédét, ha szeretne ezzel foglalkozni, ha szeretné, hogyha szépen tudjon beszélni? Az egyik az, hogy elemezzen rendkívül sok szöveget. Vizsgálja meg nagyon sok szövegnek a szerkezetét. Vizsgálja meg a szövegszerkezeten belül a mondatokat, mennyire mondhatók, mennyire nem. Mert ha könnyen mondható a mondat, akkor könnyebben tud beszélni, ha jól van megfogalmazva. Ez az egyik oldal, tehát a gondolkodását fejleszti. A másik oldal lehetőleg valamilyen tanár segítségével azért tanulja meg a beszédtechnika alapjait is, a légzéstechnikát, hogy mindig elegendő levegő, se sok levegője, se kevés levegője ne legyen a beszédhez, hogy különböző beszédgyakorlatokkal tiszta legyen a szó ejtése, ne kelljen össze a szavakat, ne beszéljen rosszul, azaz tiszta ejtse a szavakat, és akkor bizonyos hangsúlyozási hanglejtések szabályait a szöveghez alkalmazva használjon föl. Azért mondom azt, hogy bizonyos értelmező hangsúlyozási hanglejtési szabályokat a szöveghez alkalmazva használjon föl, mert a szöveg szabja meg, a szöveg gondolatisága, hogy melyiket kell használni, mert nincsen olyan, hogy kivétel nélküli szabály, hála Istennek. A gyakorlatom azt mutatja, ha én kimondtam egy tételt, 5 percen belül bejött az, hogy az ellenkezője is igaz. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és remélem, hogy jól érezte magát itt nálunk, és azt is remélem, hogy majd meglátszik a Pannon RTV dolgozóin, hogy foglalkoztak velünk. Remélhetőleg itt nagyon jól éreztem magamat, mert kedves emberek voltak, akik tanulni akarnak. Köszönöm még egyszer. Én is köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, ha tehetik, tartsanak továbbra is a Pannon TV-vel. Viszontlátásra!